Hello mindenkinek, ez itt a Kultúr Geek, én Bence vagyok. Én pedig Erzsi. Ez pedig itt a Kockaképző. A Reflex Shoptól most kaptunk egy igencsak érdekes kis lehetőséget, amiben megmutathatunk nektek néhány fizikai és kémiai jelenséget az intelligens gyurmán keresztül. Ez ugye egy olyan anyag, ami annak függvényében, hogy milyen erősséggel, sebességgel próbáljuk megváltoztatni, illetve sokszor a hőmérséklet függvényében is, különböző módokon reagál a piszkálgatására, úgymond. Vagy törik, vagy szétfolyik, mint egy folyadék, vagy nyúlik, esetleg el is lehet tépni, és ez teszi ezt olyan nagyon érdekessé, különlegessé, ugyanis ellentmond a newtoni törvényeknek. A második világháborúban a japán megszállások idején az összes gumitermelő országot szinte teljes mértékben bekebelezték. A gumi volt a leginkább létfontosságú anyag ezekben az időkben, hiszen a gumiambronstól kezdve a gázállarcokon át a repülő alkatrészeken keresztül mindent gumiból gyártottak le. Ez időben Earl Warrick egy mesterségesen előállítható gumin kísérletezett, amivel a termelői piacot újra fellendíthetik. Különböző kémiai anyagok összekeverésével létrejött egy olyan nem newtoni anyag, ami ugyan nem váltotta ki a gumi létfontosságú szerepét, viszont egy hihetetlen szórakoztató játékot hozott létre. De hogy miből is van ez a kis érdekes anyag? Hát az eredeti recept valójában titkos, mint hogy minden nagy márkánál van egy ilyen nagy féltve öltött titkos recept, hát itt is erről van szó, de azt lehet tudni, hogy van benne dimetilszilokszán, szilíciumdioxid, glicerin, borvegyületek és különböző szilikon származékok. Ez nem az, ami a nagyi konyhájában kint van. Valószínűleg, hogyha nem lenne titkos a recept, akkor is kicsit nehezebb dolgunk lenne, ha meg akarnánk pont ezt csinálni. De igen, a lényeg az, hogy ez nem mérgező. Ennek ellenére az interneten elég sok videót találhattok, ahol megpróbálják ezt elkészíteni. A probléma sokkal az, hogy többségük boraxot tartalmaz a suli ragasztó mellett, ami mérgező. De ha például úgy döntötök, hogy beszeretnétek ezt szerezni bármilyen cégtől, akkor nagyon fontos, hogy odafigyeljetek, hogy ez ne egy no-name márka legyen. Na de jöjjön a lényeg, mire is képes a nem newtoni anyag, vagyis az intelligens gyurma. Kaptunk több fajtát is, a jellemzőjük az, hogy mindegyik szinte ugyanarra képes, viszont vannak egyes fajták, amelyek például világítanak a sötétben, vagy esetleg mágnesezhetők is. De például lehet pattogtatni, lehet például szakítani, lehet természetesen nyújtani. És különleges jellemzője természetesen, ahogy a nem newtoni anyagokról beszéltünk, hogyha lágyan nyúlunk hozzá, akkor szép, lágyan elkezd nyúlni. Szóval, hogyha minél erősebben megpróbáljuk formázni, annál erősebben kell. És olyan, mintha egy ilyen nagyon kemény stresszlabda lenne. Így módon viszont nem csak gyerekeknek lehet jó, mert tényleg olyan, mint valami ilyen full extra stresszlabda. Csak ezt meg így jó is nézni, ahogy kinyúlik. De egyszerűen jó nézni, nem tudom abba hagyni. És így módon ezt az anyagot használják egyébként terápiás célokra, pszichológusok is. Úgyhogy tulajdonképpen ez is lehet egy ilyen használata ennek a kis anyagnak.
Reméljük tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni a Reflex Shopnak, hogy a rendelkezésünkre bocsájtották ezt az anyagot, és meg tudtok nektek is mutatni. Az oldalukat megtaláljátok persze a leírásban. Találkozunk a legközelebb! Sziasztok!